a barátaim szórakoztatására kezdtem el ezeket a kis történeteket a Facebookon írni. És hogyha nem az lett volna a célom, hogy a barátaimat szórakoztassam, hanem mondjuk elérjek sok embert, akkor nem is a Facebookon csináltam volna. Mert ráadásul van egy ilyen marketing törvényszerűség, vagy volt, ami azt mondta, hogy hát a Facebookon nem lehet két mondatnál többet írni, mert nem is olvasnak el annál többet. De mert én a barátaimnak írtam, gondoltam, nem olvassák, az ő bajuk. Csíkszeredai olvasóival találkozott Nyári Krisztián, az Így szerettek ők című magyar írók és művészek szerelmi életéről szóló, valamint az Igazi hősök 33 magyar és a Merész magyarok 30 emberi történet című sikerkönyvek szerzője. A Kájuni János megyei könyvtár előadóterme ezúttal is szűknek bizonyult a 2016. szeptember 30-án szervezett találkozón. Murányi Sándor Olivér népes közönség előtt beszélgetett Nyári Krisztiánnal, főleg megjelent köteteiről, készülő új könyvéről és terveiről faggatva a szerzőt. Járok elég rendszeresen Erdélybe, és szokták szeretni. Nekem a legjobb olvasóim közé tartoznak az erdélyek, és ma például voltam egy gimnáziumban, Udvarhelyen, ilyen rendhagyó irodalom órán, és olyanokat kérdeztek a diákok, amit Magyarországon sem szoktak, tehát olvasnak. És hogyha olvasnak az udvarhelyi diákok, akkor csíkba is olvasnak, úgyhogy az a tapasztalatom, hogy ismerni szokták a könyveimet, legalábbis kik eljönnek az ilyen rendezvényekre, nyilván azért jönnek, mert valamilyen módon érdekli őket. Nyári Krisztián 2012 elején barátai szórakoztatására kezdte publikálni a Facebookon magyar írók és művészek szerelmi életéről szóló képes etüdjeit, amivel néhány hónap alatt nagy népszerűségre tett szert. Ez nem egy tankönyv, nem egy irodalomtörténet, úgyhogy az ember szubjektíven válogat, és akkor a kedvenceit teszi bele már eleve, úgyhogy mindegyik a kedvenceim közé tartozik. De például nagyon szeretem a Benedek Elek életét, mert az egy kicsit szabálytalan a többihez képest, ez egy 60 évig tartó szerelemnek a története, két ember, aki kitart egymás mellett jobban, rosszban, és elhatározzák, hogyha az egyik meghal, a másik utána hal, ugye ez történt Benedek Elekkel is. De hát az összes többi nagyon színes és érdekes, hogy mondjak egy másik, kicsit ellentétes erdélyi példát, Tamás Járónak a magánélete is elég izgalmas és érdekes, négyszer nősült, nagyon szerette a nőket, meg a nők is szerették őt, és két egymáshoz egyébként irodalmilag nagyon közel álló ember, és két teljesen különböző élettörténet. Ami azt is mutatja, hogy nem ennek alapján dől el, hogy az ember milyen író, ennek nagyon áttételesen van csak köze a magánélethez az, hogy az ember íróként milyen, emberként meg nagyon különbözőek vagyunk. A bejegyzésekből Így szerettek ők címmel két kötet született, az elmúlt évek emlékezetes könyvsikerei. A valós, dokumentált, de kevesek által ismert izgalmas, párkapcsolati történetek felidézésével szerethető, húsvér embereket mutat be ezekben. Ezek a történetek újdonságként hatnak, még az irodalom barátok számára is. Szándékosan egyforma hosszúságú történetek, amelyek magyar írók egy-egy kevéssé ismert szerelmi történetét mutatják be. Akik ezeket a történeteket szeretik, azok azért szeretik, mert ezeket az írókat meg a költőket szeretik, de szeretnének többet tudni róluk. És valóban az iskolai életrajzok, azok vagy ilyen telefonkönyvszerűen semmit mondók, vagy pedig nagyon ilyen kultikusak, mint a szenteknek az életrajzait olvasnánk. Nálunknál különb emberekről olvasunk ezekben az életrajzokban, pedig hát ezek ugyanolyan húsvér emberek voltak, mint mi magunk. Éppen az mutatja a művészként a nagyságukat, hogy egyébként ugyanolyan problémákkal szembesültek, akár a párkapcsolataikban, akár az élet bármely más területén, mint a legtöbb átlag ember, csak mellesleg zseniális írók meg költők voltak. Az lenne a furcsa, hogyha ez nem így lett volna. Tehát azon nem is kéne csodálkozni, hogyha angyalok meg szentek írnának remek műveket, igazából az a szép, hogy hétköznapi életű emberek írják ezeket. Igazi hősök és merész magyarok címmel 2014-ben és 2015-ben megjelent könyveiben olyan emberekről írt, akiknek élete és személyes döntései ma is példaértékűek. Többek között Márton Áron püspökről, aki felemelte szavát a zsidó törvények ellen, amikor az egyház vezetői hallgattak. Több ilyen emberről írtam, különböző világnézetű emberekről, lényegében teljesen mindegy, hogy mi az ember világnézete,
Az számít, hogy ezek az emberek, amikor egy-egy sorsfordító döntést meghoztak, egy pillanatra elgondolkodtak és nem magától értetődően, az szerint döntöttek, amit a többség elvárt, hanem mertek másként dönteni. Osztotta meg Nyári Krisztián a találkozó résztvevőivel a kötetek születésének történetét. Igen, mindig az emberi sorsok érdekeltek, és ebben benne van a szerelem is az emberi életnek, ez egy fontos része. Úgyhogy így, én irodalomtörténész voltam valamikor, vagy ezt tanítottam a Pécsi Egyetemen, és azután is érdekelt az íróknak, költőknek az élete, meg igazából mindenki másé is. És ebben a két első könyvben írók és költők kerültek be. Idén novemberben jelenik meg 5. kötete, a magyar festők, többek között Czóbel Béla, Riprónai József, Munkácsi Mihály, Lócz Károly, Zicsi Mihály, Szinnyei Merse, Pál, Márfi Ödön magánéletét bemutató festői szerelmek. Murányi Sándor Olivér kérdésére válaszolva Nyári Krisztián azt is elmondta, új kötetet tervez, amely a legkülönbözőbb műfajban született 100 magyar levelet gyűjti össze, amelyek fontosak kultúránk története szempontjából. Többen felismerték, meg hát adja is magát, hogy ugyanazok a szereplők megjelennek különböző történetekben. Mondjuk ugyanabban a nőbe több író is volt szerelmes, vagy egyiknek a felesége volt, másiknak pedig a nem felesége, és ilyenek. És hogy ez miért van ez, hogy ez ilyen belterjes? Ugye az egyik oka ennek az, hogy mondjuk a nyugat korszak a 20. század első felének magyarországi irodalma, azért ez egy picike közösség. Tehát az írók, a feleségeik, az irodalmi életnek a tagjai, azok maximum 5000 ember, de annyi se inkább 2000, mint egy falu. Tehát természetes, hogy a falu belülről választ magának valaki, és akkor a szeretője is a falu belülről lesz. Tehát azért van az, hogy ugyanaz a szereplő megjelenik itt és ott. Mondjuk Bonca Berta, Csinszka, Adi Csinszkája, róla ugye mindenki tudja, hogy ő volt Adi felesége. Kicsit kevesebben szokták tudni, hogy aztán Adi halála után Babits Mihállyal is volt egy évig tartó szerelmi viszony, az még kevesebben, hogy utána viszont viszonylag hosszú ideig felesége volt Márfi Ödön festőművésznek. És hát azért, mert ezek az emberek ismerték egymást, ugyanabban a színházban, ugyanabban a kávéházban jártak, hát persze, hogy ott ismerkedik meg vele. A találkozó végén hosszú sorban álltak a kötetek dedikálására várva a jelenlevők, akikkel még elbeszélgetett a szerző.